Az év utolsó meccse egyben a bajnokság második körének első meccse volt a nyíregyházi kosársuli számára. Az NB1-es DVTK második csapata ellen minden negyedet megnyert Farkasinszky Gyuláni együttese, amely végül 27 pontos sikert aratva búcsúzott 2015-től. A felnőtt csapat a keleti csoport második helyén várja a folytatást, de nem csak a nagyok, hanem a korosztályos együttesek is sikeres évet búcsúztatnak. Szerény velem szerint egy igencsak jó esztendő zártunk, tehát azért voltak csapataink, akik országos döntőig jutottak. Az NB1-es csapatunk végül is a nagy hajrában megszerezte az előző évben az ötödik helyet, ami úgy gondolom, hogy ebben a mezőnyben az egy nagyon jó eredmény volt. A kisebbek azért csak sikerült annak megfelelően szerepelnünk, hogy elvártuk tőlük. Hát a serdülő csapatunk in volt az országos döntőn, a kadett csapatunk regionális döntőt játszott, a gyerek csapatunk és a kenguru csapatunknak sajnos a rengeteg sok más városból érkező csapat miatt egy győzelmel múlt, hogy nem jutottak ki. Én úgy gondolom, nem is minden esetben az a legfontosabb, hogy országos döntőre jutottak a gyerekek vagy sem, hanem az, hogy mennyire végeztek hasznos és értelmes munkát, mennyi gyerek kezdte el újra a kosárlabdát, és hány gyerek az, aki megmaradt ebben a sportágban. A korosztályos válogatott irányító Pap Claudia szerint a csapategységi szerepet játszott abban, hogy mindössze egy vereséget szenvedtek az őszi szezonban. Szerintem csapatszinten nagyon jól összetartottunk ebben az évben, egy nagyon jó társaság alakult ki, mind játékterén, mind pályán kívül, úgyhogy reméljük a következő fél év is hasonló sikerrel fog tálni. Az ünnepek alatt szünetelnek az edzések, a felnőtt csapat január 2-án kezdi el a munkát, míg a korosztályos együttesek két nappal később jelentkeznek a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az NKS 2016-ban először január 17-én Szegeden lép majd pályára.